bárhol is rendezzék a világon, a ólomsúlyú döntő, az mindig a legnagyobb látványosság és a legtöbb ember csalja a csarnokba. Így van ez itt Osztravában is, ahol ráadásul két csehszlovák is indul, így aztán majdhogy nem telt ház. Kovács István a magyar résztvevője ennek a mezőnynek. 182,5 kg az első fogása. Megvan, megvan, megvan. Szép bemutatkozás volt. Kinéz oda, jobb oldalra, ott vannak a tatabányaiak, hiszen a tatabányai bányász versenyzője Kovács, és mint ahogy minden magyar versenyzőnek a klubtársai, klubedzői eljöttek, úgy itt van Hanzlik János, Tark és a többiek. Ezért a gyakorlatért már megérte. A Nagy Róbert, egykori Európa bajnokunk szerkesztette kompjúteren, melyen a versenyt vezetik, és ezáltal azt sokkal gyorsabb, mint a korábbi időszakokban. Kovács neve jelent meg, második fogásához készülődik. 190 kg-on országos csúcs lehet ez a súly, illetve országos csúcsnak mindenképp az, hogy lesz-e, másodpercek kérdése, 87 féllel tartja a magyar rekordot Kovács. Országos csúccsal mosolyogva áll föl, és még áldogál egy kicsit. Közönség kedvence, akárhol lép a dobogóra, Kovácsot mindig nagy szeretettel fogadják, nagyon mókás kedvű. A Pannonia kupán márciusban ért el a 187 és felett, és most egy kicsit kellett csak beleigazítania, és megvan a 190. Ez a 23 éves fiatalember, most már 158 kg, nem ő az edzője, itt látható Zubrický, valamikor ökölvívó volt, de az egyik meccsén annyira megverték, úgy kikapott, hogy megsértődött, elment tőle a kedve, aztán 16 évesen átállt a súlyemelők közé. Számunkra azért érdekes a szereplése, mert ugyanúgy 190 kg-ig jutott, mint Kovács. A mezőny három részre tagolódott, négyen már befejezték a 10 fős csoportban, hárman a 190-et teljesítették másodikra, és hárman még nem jelentkeztek. Kovács számára a középső csoport, a 190-eseki az érdekes, köztük Zubrický, 195-ön. Fölállt vele. Na, hát őt megelőzni nagyon nagy forma kell hozzá. Már legalábbis Kovács Pistának. 195, nagyszerű, új csehszlovák csúcs. Érdemes volt átjönni, ott hagyni a boxot, ugye? E pillanatban mi persze nem bánnánk, hogyha ott maradt volna az öklözők között, hiszen Kovács István előtt van. 195 kell neki is. 7,5 kilót javítana eddigi legjobbján. Egy 2,5 kilogrammos javításon már túl van. Kovács testsúlya lényegesen kevesebb. 134 kilogrammal mérlegelt. Ájjáj, hát sajnos ez a súly már nagyon magas volt. Mindnyájan emeltettek, Kovács, Nerlinger és Zubrický is a 92 felett kihagyták, a 95 Zubrickynak bejött, Kovácsnak nem. A lökés világbajnoki címének védője a nyugatnémet Manfred Nerlinger, akinek a felkészülését két éve már kompjúteres edzéstervek alapján végzik, ugyancsak 195-ön jön, 190 neki is megvolt, ha ő is teljesítené, megelőzné Kovácsot, ha nem, könnyebb testsúlyával Kovács előtte marad. Marad izgalom bőven még a végére nekünk is. És megcsinálta Nerlinger is. Hát ebből a középső hármasból
ő áll az élen, mögötte Zubrický és a harmadik Kovács, akinek nem ment a 195, és most következnek majd a nagy menők. A 10 emelőnek az összes súlya 1411 kg 40 dekagram a mérlegeléskor. Tehát az átlag 141 kg. Ehhez az átlaghoz legközelebb Leonid Taranenko áll, hiszen 140 kg 80 dekagrammal mérlegelt. A moszkvai olimpia bajnoka, igaz, még egy súlycsoporttal lejjebb, tehát a 110 kg-osok között, és ő mutatkozik be elsőként 202,5 kg-mal. A verseny legnagyobb esélyesei közül honfitársa Kurlovich és a bolgár Krastev vár még fellépésre. És a meglepetés. Tavaly Szófiában is igen-igen indisponált volt Taranenko. Itt sem kezd másként, Osztravában. 1956 óta minden világbajnokságon volt szovjet érmes a legnehezebbek között. Tavaly volt az első alkalom 30 év alatt, hogy nem. Taranenko tavaly nem szerzett érmet az összetetben. Igaz, sérülés miatt mondta, kiszállt a versenyből Szófiában. És most a 202 és felen ismételnie kellett, ez a későbbi esélyeit várhatólag rontja, de kétségtelen az is, hogy sok függ még a másik, eddig két még be nem mutatkozott versenyző. Minden esetre Taranenko örülhet, hogy megbocsátottak neki emiatt, hiszen egy szovjet ólomsúlytól ez főben járó bűnnek számít, érem nélkül hazatérni egy VB-ről. Nincs miért megbocsátani a bolgár vezetésnek Antonio Kръстев számára, hiszen ő védi a világbajnoki aranyérmet, és ő a világcsúcstartó is az összetetben, a hivatalos világcsúcstartó, de erről majd később. Mint látják, 164 kg 20 dekagram a testsúlya. A mezőny legnehezebb tagja Antonio Kръстев, aki 205 kg-ra jelentkezett. Még van egy perce, ezt jelezte ez a kis dudahang. Teljesen betölti a teret a tárcsák között, sőt, talán még szűk is neki. Ó, de nagy meglepetés! Antonio Kръстев a világcsúcsot tartja a szakításban is, jóval, de jóval magasabb súlyon, és most a 205-ön egy rövid húzás. Nézzék csak, és a súly elől. Aleksandr Kurlovich következik. Neki is megbocsátottak a szovjet vezetők, évekig nem vehetett részt nemzetközi versenyeken. Volt egy fegyelmi ügye. Ez 1983 után az első világbajnokság, tehát 4 év után, ahol újra szerepelhet. 205 kg-on a szovjet bajnokságon, a szakításban ő volt a legjobb. És az az előnye is megvan Krasztevvel szemben, hogy a testsúlya a legkönnyebb az élen álló hármasból. 130 kg-ot csak 20 dekával szárnyalta túl a testsúlya, és így a 205-ös fogással az első gyakorlatok után vezeti a triót, és a dobogóra már is kilépett Krasztev, hogy javítson. 215 és féllel tartja egyébként a szakítás világcsúcsát Krasztev, aki ebben az évben már a 220-on is tett kísérletet. Úgyhogy ennek a 205-nek minden papírforma szerint sikerülnie kellene.
és biztos vagyok benne, hogy csak koncentrálás kérdése. Ez Krastevnél Abadzsiev is kicsit álmosnak látta. Hány és hány ilyen szituáción megy át egy edző élete során, még ha a világ legjobb edzője és versenyzője a világ legjobb emelője akkor is. Boldog lehet, aki infarktus nélkül megúszza. 205. De nehéz volt, de szenved alatt a Kruszter. Alig várta már a jelzést. 205 és nagyon nagyot fúj. 205 kg hallatlanul megdolgoztatta, keresztet is vett Antonio Kruszter. Nem érezte igazán a súlyt, és egyáltalán nem érezte jól magát alatta, majd hogy nem agyon csapta, nyakába hult. Ide már klassz is kellett, hogy megfogja. 205 minden esetre versenyben van. És ott a háttérben már közeledik Leonid Taranenko, és ha már említettem, hogy van egy hivatalos világcsúcs Krasztev esetében, ebből következik, van egy nem hivatalos is, nevezetesen azt a lökésben és az összetetben is Taranenko tartja, az idei szovjet bajnokságon érte el az eredményeit, jobbak, mint Krasztevéi, de a szovjet bajnokság nem tartozik a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség hivatalosan bejegyzett és nyilvántartott versenyei közé, és ennek megfelelően az ott ért eredményeket nem tartják rekordként számon. A dolog érdekessége az, hogy Krastev 467 és feles fogását egyébként ezen a szovjet bajnokságon Kurlovich is túlszárnyalta, illetve összetett eredményét, ő 470-et ért el, Taranenko pedig 472 és felett. Most a 207 és félnek ugrik neki. Ez már az utolsó gyakorlata. Harmincegyesztendős Taranenko. 202 és félen ragadt, csak a lökésében bízhat. Ezzel a 210 kg-mal, ami most következik Kurlovichnak, nyerte idén a szovjet bajnokságon a szakítást Arhangelszkben Taranenko előtt. Elvileg tehát ez az eredmény benne van, de mint mondom, azon a versenyen, ha jól tudom, dopping ellenőrzés nélküli versenyen nem állíthattak föl hivatalos világcsúcsokat a versenyzők. Nagyon szép technikával és nagy erőben. Úgy nyilatkozott, hogy a legjobb eredményei eléréséhez a 135 kg-os testsúly tartja ideálisnak. Hát jelenleg jóval ez alatt van, de ez egyáltalán nem érződik a mozgásán, sőt azt hiszem annyival gyorsabb, és ennek megfelelően eredményesebb is Aleksandr Kurlovich. A grodnói Trud versenyzője utolsó fogásával 212 és féllel próbálkozik. Ezt a súlyt még versenyben soha nem sikerült kiszakítani a Kurlovichnak. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy Pisarenko is visszatérhetett ebben az évben. A Reimsi Európa bajnokságon kapott lehetőséget, de épp a szakításban kiesett, így aztán a VB szereplésre már nem számíthatott.
visszafogni. Fantasztikus nagy erőben van Kurlovich, és most igazán feladta a leckét Antonio Krastevnek. Mire lesz képes a világbajnok? Nem akármilyen fickó ez az Antonio Krastev. Rontotta a 205-öt elsőre, aztán javított, és mit sem törődve a verseny kimenetelével, hogy elveszítheti az aranyérmet, harmadikra 11 kg-ot ugrik és világcsúcsot kér, 216 kg, saját világrekordjának fél kilogrammal való túlszárnyalása. Ha nem sikerül, természetesen igencsak komoly hátrányban lesz a lökés után, illetve a lökés előtt, de most mindent a szakításra tesz föl, méghozzá a világcsúcsra. 216 kg. Mit lehet ilyenkor mondani? Kockáztatott és mert nyert. Krastev 216-os világcsúccsal. A versenyben 215 számít a szakítás aranyérmese, és 2,5 kg-os előnye van. Kovács a 6. helyen végzett. Örömtüzek gyúlnak a bolgárok soraiban, itt kint a nézőtéren is. Nagyon nagy lesz még a küzdelem az összetett aranyérem megszerzéséért. Ez volt a világbajnokság 6. világcsúcsa, és ebben a hallatlan kiélezett versenyben, ha Krastev nyerni tudna, ő lenne a bolgárok 50. összetettbeli világbajnoka. De még odáig eljutunk, addig Kovács István szereplését figyeljük. 217,5 kg-on mutatkozik be a lökésben. Nagyon jól méghozzá. 4 év után, Réti és Balázs után végre újra van magyar ólomsúlyú versenyző a mezőnyben, és nem is akármilyen, hiszen Kovács a Remszi Európa-bajnokságon a szakításban 3. volt, és az összetetben a 4. helyet szerezte meg, és csupán testsúllyal szorult le akkor a dobogóról. Itt most a csapat érdekében a leglényegesebb, hogy a 6. helyet tartsa előrelépésre, nem hiszem, hogy van esélye. Nagyszerű országos csúcsot könyvelhetett el Kovács István az összetettben is, hiszen a 190-re jött ez a 217,5, ami 407,5 kg-ot jelent. Remszben 405-öt ért el az összetettben, tehát följebb sófolta a csúcsot, és most újabb 5 kg-mal megtolthatná, ha 222 felett kilöki. Csak nyugodtan. Kovács sem mondhat mást. Az arcát kérem, az arcát mutassák. 412,5 kg most már az ólomsúlyú magyar csúcs. Volt egy időszak, amikor Kovács elköszönt a súlyemeléstől, aztán ebben az évben végre komolyan vette az edzéseket, amikor az olimpiai csapatot keresi a vezetés, és nagy örömmel fogadták, hogy edzésfegyelme is javult, és íme itt az eredmény. 3 új magyar csúcs már eddig. És meg lesz-e a 4. és az 5. Ugyanis ha 227 és felett teljesítené feje búvját vakargató Kovács István, akkor az a lökésben új magyar csúcs, és az összetettben pedig már a 3. lenne. A szakításban 190-nel ért el új magyar rekordot. Nem ment a vége. Ugyanúgy, mint a szakításban. A 3. már kifogott rajta, de így is óriási eredmény, 405-tel jött,
és 412,5-lel utazik haza Tatabányára. Csak gratulálni lehet, Kovács Pista. A lökésben eddig annyi történt, hogy Kurlovich az első fogásával behozta az összetettben Krastevet. Aztán Krastev 10 kg-ot emeltetett, a fogása nem sikerült, tehát változatlanul mind a ketten 460 kg-nál tartanak. A 255-öt Krastev eldobta, Nerlinger próbálkozik most vele, a lökés világbajnoki címének védője. A mai mezőnyben ezt a súlyt még senki nem lökte ki. Nerlinger lesz az első. Igen, Nerlinger az első. E pillanatban tavaly Szófiában még csak 245-re volt képes, most már 10 kg-mal többre a nyugatnémetek versenyzője. Ezzel 20 kilót javított szófiai eredményén. Egy év alatt 20 kilót fejlődött Nerlinger, 450 kg-nál tart, és ez az eredmény esetleg még jó lehet a bronzéremre, abban az esetben, ha Taranenko most nem tudná kilökni a 257 és felett. Ez a második fogása. Ha viszont megcsinálja, behozza az élenállókat. És megcsinálta Taranenko is. Így hárman állnak az élen. Kurlovich, Taranenko és Krastev mindnyájan 460 kg-mal, és ez is a sorrend közöttük. A testsúlya Kurlovichnak a legkönnyebb. Ezzel Nerlinger már csak a lökésben számíthat valamilyen éremre, az esetben, hogyha a hátralévő fogások között hibás is lesz, csak akkor. 257,5 kg Antonio Krastevnek utolsó fogása a versenyben, a 255-öt rontotta, világcsúcs lenne az összetettben, 472,5 kg, és a rontás ellenére emeltetett kettő és felett. Nem tudta megcsinálni Krastev, és így az most már biztos, hogy a világbajnokságon a harmadik helyen marad, a két szovjet között dől el az aranyérem sorsa. Az viszont már bizonyos, hogy Nerlinger a 255-tel a lökésben megelőzte Antonio Krastevet, és fölkapaszkodott a dobogóra, hogy melyik fokra, az majd most dől el. 260 kg-ot kér Kurlovich. Ha megcsinálja, az összetettben 472,5 az eredménye, tehát ő éri el azt az összetettbeli világcsúcsot, amelyre Krastev pályázott, de hiába fente rá a fogát. A lökésben ez még nem csúcs. 470-et teljesített a szovjet bajnokságon Kurlovich, és eddig a VB-n volt 4 jó fogása, és megvan az ötödik is, és megvan az új világcsúcs. A nagy hármasból, akire talán a legkevésbé számítottak, a szakembereket is beleértve, Kurlovich látszik befutónak, a végső a biztos befutónak, annak ellenére, hogy Taranenkónak is van még hátra fogása, de most már a 212 és feles szakításra rátett egy 260-as lökést, és ez az összetettben 472,5 kg. A világbajnokságon ez az első összetettben elért világrekord. Sorrendben a hetedik. Taranenko most már feladta az összetettben a versenyt Kurlovicssal szemben, csak a lökés világcsúcsát szeretné a magáénak tudni, és ezzel Kurlovich még egy fogása ugyan hátra van, de már megnyerte a világbajnoki aranyérmet. 265,5 kg, fél kilogrammal több, mint Pisarenko érvényben levő világcsúcsa immáron, majdnem napra. 3 éves a szeptember 13, a szeptember 16-án állította föl. Az ezüstérme az megvan lökésben és az összetettben is. Ah!
megcsinálja Taranenko, megcsinálja a világcsúcsot is 265,5 kg-mal. Összeredménye így 467,5 plusz egy lökés világrekord. Teljessé akarja tenni sikerét Aleksandr Kurlovich, már összetettbeli világbajnokként, világcsúcstartóként lép a dobogóra. 266 kg-ot kér, tehát fél kilogrammal túlszárnyalná Kurlovich az imént látott Taranenko féle világcsúcsot. Az összetettben ez 265-öt jelent, tehát ha megcsinálja, az az összetettben egy újabb világcsúcs, 477,5 kg lenne. Az ezüstérmet Taranenko szerezte meg 467,5-lel, harmadik Krastev 460-nal, és nagy örömünkre 412,5-lel a hatodik hely Kovács Istváné. Öt jó fogás van már a háta mögött. Krapatinak sikerült hat sikeressel világbajnoknak lennie, és Kurlovich is így tér vissza. A lejelzés előtt dobta el a súlyt, három piros lámpa, nagy fügy, viszont a végeredményt illetőleg 472,5-lel nyerte a verseny. A lökésben 260-nal lett az első, 265-tel lett az első Taranenko, 260-nal a második Kurlovich, és 255-tel a harmadik Nerlinger, hetedik a lökésben Kovács 222,5-lel. Hát ezzel búcsúzik Osztrava, kedves nézők, igen, élvezetesek voltak a versenyek, magyar szempontból pedig nagyon nagy sikereket hoztak, hiszen Barsi aranya, Jacsó ezüstje és Szanyi bronza minden elismerés megérdemel egy évvel az olimpia előtt, sok jóra jogosít. Ezzel azonban a szezonnak még nincs vége. Az első női világbajnokságra kerül majd sor rövidesen Floridában, aztán Puerto Ricóban az oldboy világbajnokságra, és odahaza Miskolcon december közepén az Európa Kupa döntőre. Addig is Osztrava búcsúzik, visszaadom a szót stúdiónak.